mindenkit, mint ahogy a címben is olvastátok, egy naturál testépítővel szeretnék most beszélni, és fogok beszélni. Ez a naturál szót, ezt nagybetűvel írtam a címbe, és ezt azért gondolom, mert így is van. Tudom, hogy akik néztek a videót, főleg annyira kedveltek engem, ezt a szót, hogy naturál, mert a testépítés, ezt nem tudjátok összerakni, de nagyon sok esetben nem is lehet. Viszont a mellettem lévő úriember, pontosan Beillés Norbertnek hívják, ő hát nagyon régen foglalkozik testépítéssel, nagyon sokat versenyzett, és profi testépítők mellett is, ugyan a testépítők is azt mondják róla, hogy elismerten naturál. Tehát soha semmilyen szteroidot, semmilyen teljesítményvelőt nem használt az egész karriere során. Az otthon Norbi otthon visszavonultál, mert tudhatom ennek az okát, hogy miért? Hát én már gyakorlatilag 1992-ben kezdtem el ezt az egész sportot, akkor fogtam először súlyzót a kezembe, és úgymond onnantól kezdve szépen ívelt felfelje ez a testépítő pályafutásom. Majd pedig 2016-ban, amikor 40 éves lettem, illetve már 40 éves korom körül észrevettem azt, hogy a testem már nem reagál úgy az edzésekre, illetve nem tudom azokat a követelményeket teljesíteni, amit a fiatal sportársaim már tudnak hozni, és így nem láttam értelmét, hogy tovább versenyezzem. Értem. Azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye Rizson régen jár a konditerembe, és hogy valaki elkezd edzeni, biztos, hogy nagyon hamar megkörnyékezik olyan emberek, de ha nem is az emberek, hanem maga valahol a sikertelenség, az eredményesítelenség, a türelmetlenség, amikor többet vár magától az ember, olyan dolgokkal, amivel jobban tud fejlődni, mint ha naturál módon edzelek, gondolok, hogy mindenféle testmű növelőre. Tehát amikor ezt elkezdted az edzést, és nyilván, hogy először fejlődtél gyorsabban, az kicsit leállt, te nem gondolkodtál ezzel, és hogy kellene valami megdob? Én nem gondolkodtam ezen el igazából. Ezt mondja, kérdezem, hogy miért, mert nincs olyan ember, én sem voltam így, hogy nem gondolkodtam. Bocsánat, látod azt, hogy veled, aki hasonló módon elkezdte, hasonló genetikai adottságokkal, pillanatok alatt kétszer-háromszor gyorsan fejlődik, nem ment el a kettőt az egésztől? Igazából, amikor én elkezdtem azzal az egésszel foglalkozni, akkor egy garázsba edzettünk, ahol jártunk hárman vagy négyen, és egymás között voltunk, nekem volt egy ebben a sportba vetett hitem, meg elképzelésem, hogy én hogyan fogok fejlődni, és ehhez ragaszkodtam nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, és így szépen lassan jött az eredmény, tehát igazából én nem is vártam kapásból olyan túl sokat, hanem a munkától, a beletett munkától vártam a megoldást és az időtől, ami előbb-utóbb be is következett. És soha nem voltál olyan helyzetben, amikor pont kiálltál már színpadra, amikor versenyeztél, hogy körülnéztél jobbra, körülnéztél balra, és ugye most azt szerettem volna elmondani, nem mondtam az elején, épp egy naturál testépítő versenyen vagyunk, Norbi a főbírója a férfi panelnak, és itt is sajnos előfordul egy-két olyan ember, aki látszik, hogy nem naturál módon készül fel, és nem mindig sikerül ezt a bíróknak kiszűrni. Tehát amikor te elnéztél jobbra-balra versenyzés közben, nem gondoltál arra, hogy egyszer is meg se fordult a fejedbe, hogy tuti, hogy ez a csávó mellettem kokszos, és arról a téletben legközelebb én is megpróbálom, hát ha átmegyek az előzésen. Hát ugye amikor én elkezdtem versenyezni, akkor még nem nagyon volt Magyarországon ez a naturál testépítő mozgalom. Úgy tudom, hogy még a naturál testépítő szövetség sem létezett Magyarországon. Így kénytelen voltam olyan versenyeken indulni, ahol kvázi nem volt tiltott a dopingszereknek a használata, de én tisztán álltam fel, és éveken keresztül folyamatosan átéltem azt évről évre, versenyről versenyre, hogy voltam, még ki sem voltam hívva, tehát a hátsó sorokba álltam, de mondom, bennem annyira eltökélve volt a dolog, és láttam magamon a folyamatos fejlődést, hogy tudtam azt, hogy előbb-utóbb be fog érni a dolog, és ez be is következik. Hát ha jól tudom, annak idején a Superbody is úgy indult, hogy naturál az egész, nem? Na. Itt van körülben, Gina, légy szíves, mutasd meg, éppen falatozik, Langos Zsuzsi. Hello. Hello. Én tudom, a naturál volt a Superbody is, ugye annak idején úgy indult? Úgy indult, igen. Aztán csártam illet belőle. 98-ban volt az első szuperbezik. Ja, tehát úgy indult az egész, és aztán ugye talán annyira nem ezt a vonalat képviseli napjainkban, de ez egy más történet, amiről szeretnék beszélni. Tehát benned soha nem volt ilyen, hogy leszarom jó genetikán, és el tudok jutni egy sokkal-sokkal magasabb szintre. Én nagyon szóval, hogy itt az IBA szinten ugye megnyertél mindent, amit lehet, ugye tagja vagy a Hall of Fame-nek is, ugye, ha jól tudom. Tehát a híresség a csarnokán az imbán belül, hanem lehet, hogy te pont épp most egy szuperbali ott állhat nekünk a top 3-ba. Ez nem motivál soha? Hogyha én úgy gondolkodtam mindig a testépítésről, amikor versenyeztem, mint versenysport.
és naturál versenyzőként is tudod rengeteget bele kell ebbe tenni, idő, pénz, energia, mindenféle téren. És én soha nem ítéltem el azokat az embereket, akik éppen szteroidokat használtak, dopingszerekkel készültek, mert az is nagyon nagy munka. Csak tudom azt magamról, hogy ha én ehhez hozzányúltam volna, akkor még jobban belekerültem volna egy olyan körbe, amit nem szerettem volna, hogy magából ez az egész versenyzés dolog így kiragadjon engem az életnek a valós mi voltából. Mm-hmm. És te közben az élet többi területén is ennyire következetes vagy mindenben? Hát én mindenben úgy gondolom, hogy minden eredményhez rengeteg munka kell, és hit, és egy nagyon-nagyon picike kis szerencse. És soha nem volt emiatt elkeseredve, hogy esetleg emiatt, mert te tisztán edzettél, nem azon a szinten vagy a testépítésben, amiben lehetnél, ha esetleg gomész hozzányúlsz. Tehát ez soha semmilyen igazából most ugye hazudnék, hogyha egy idő után amikor már belekerültem az egész versenyzésbe, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy soha, de soha nem jutott eszembe azt, hogy meg kellene próbálnom úgy, de nem hiszem azt, hogy előrébb jutottam volna bármiben is. Csak abban jutottam volna előrébb, hogy mondjuk nagyobb lesz az izomtömegem, és esetleg szárazabban állhatok színpadra. De mint ember, mint sportoló, mint versenyző nem kerültem volna előrébb. És ez a férfiúi kiúság sem motivál ebben, hogy igen, nagyobb leszek, izmosabb leszek, keresebb leszek, stb. Mert rengetegen ugye nem versenyeznek a konditeremben járók közül, mégis tudják, hogy az utcok mind az állat. Nem feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy viszonylag a mai napig is még az átlagnál erősebbnek mondhatom magam. A konditermi edzések alatt is sokan edzettem együtt, akik nagyon erősek, meg versenyeztek meg minden, és én ezt mindig jól bírtam. Tehát igazából nekem ez soha nem volt különösebb, se kisebbségi érzésem, se problémám ezzel. Tehát az évek alatt össze tudtam szedni egy olyan erőszintet, meg egy olyan magabiztosságot, ami gyakorlatilag az nekem nem volt. Biztos, és itt ez alatt a videó alatt is lesz rengeteg komment, ez nagy része ugye nekem fog szólni, ahol ugye meg fogják ezt kérdőjelezni, hogy jár a szád, tuti, hogy kokszolsz, csak nem buktál meg soha, stb. Én tudom, hogy ez nem így van, tehát nekem ezt nyilván nem hiszik el. Ezt is tudom, hogy bárkinek bármikor elmondod, hogy akármikor hajlandó vagy bármilyen vizsgálatra alávetetni magad. Ez így volt versenyző korában is a Norvég, soha a bukás közelében nem került. Viszont ami szerintem sokkal-sokkal nagyobb szó, ma, akik elismert testépítőkörökben, és mind úgy tartják, nyilván Norbit, hogy egy naturál testépítő. Ezt sem bántott téged soha, hogy esetleg olyan dolgot kapsz, hogy csak jár a szád, és pedig nem így van, ahogy te mondod. Most én erre mindig úgy tekintettem versenyző koromban, amikor hogyha valaki rám akasztotta azt a jelzőt, vagy megvádolt azzal, hogy ezt a fizikumot biztos, hogy nem lehet elérni naturálon, akkor én ennek kifejezetten örültem. Én magamban tudtam, hogy én ezt így értem el, nem csak a kemény munkáról van szó tulajdonképpen, hanem arról van szó, hogy mit tanulsz meg. Tehát ez nem csak arról szól, hogy lemegyek az edzőterembe, és emelgetem a súlyzókat, meg húzogatom a gépeket, mindenhol marom, hanem minden teljesen fel volt életve. Az edzéshez igazított táplálkozás, a táplálkozáshoz igazított edzés, tehát oda-vissza a pihenések, tehát minden egy kerek egész volt. Minden programnak, meg minden versenyfelkészülés szakasznak meg volt a saját célja. Igazából percről percre, kilóról kilóra, milliméterről milliméterre belőle. Tehát akkor az erre szólt a történet, be volt fektetve a munka, elméletileg tudományos téren megtámogatott volt, mert igyekeztem mindenféle információt megbízható forrásból beszerezni, és ez alapján állítottam össze én saját magamnak az adott programokat, vagy pedig valahonnan olvastam, megtanultam őket, és adaptáltam saját magamra. Tehát ahogy haladtunk előre az időben, akkor ugye ezt egyre sokkal jobban tudtam személyre szabottan alkalmazni. És végezetül annyit szeretnék kérdezni, hogy ez kb. Százalékosan kifejezhető ez a dolog. Szerinted mennyivel nehezebb naturál módon, de mondom ezt ilyen, próbálj egy arányszámot mondani, naturál módon fölépíteni egy versenyzéshez alkalmas fizikumot, ugye
naturál módon, vagy cuccos módon, koxos módon. Százalékban lehet ez beszélni. Hát, nyilván ez genetika függő, test függő, persze, minden, most, de nyilván egy körülbelül arány. Most igazából, hogyha azt vesszük, alapul én 92-ben kezdtem a súlyzós edzést, és 2000 körül, tehát 8 év kellett, akkor kezdtem el nagyjából versenyeken sikereket elérni. Tehát egy ilyen 8-10 év kell ahhoz, hogy az ember színpadra tudjon állni. És ez nem folyamatos fejlődést jelent, hanem itt bele kell kalkulálni azt is, hogy kezdetekben nincs meg minden információ. Tehát nagyon sokszor tévútra kerülsz, akkor lehúztál fél évet egy rossz úton. Visszafordulsz, kezded újra. Tehát ezt is bele kell kalkulálni. Az nagyon ritka eset, hogy valakinek tudnak segíteni. Mondjuk egy hozzáértő ember valakinek segít, és azt mondja, hogy akkor minden egyes hibát most már ki tudunk kerülni, vagy kevesebb időt tudunk bele tölteni, és szépen lassan tudunk fokozatosan előre menni, akkor lehet, hogy elég 5 év is. Nekem 8-10 év kellett ehhez. Most, hogy mi a különbség, mennyivel lennék előrébb, ezt én kvázi nem tudom megmondani. Amit látok a köreimben, és ismerőseim ugye használnak, vagy van olyan ismerősöm, aki használ, vagy használ szteroidot, csak azt látom, hogy könnyebben tud formába kerülni, bátrabban nyúlhat olyan ételekhez, amik naturálként problémát jelentenek a formát illetően. Most fog neked egy ilyen kiskaput engedni, tegyük fel, hogy játszunk ezzel a lehetőséggel, hogy visszamehetnénk az időbe, és garantálom neked, nem én, mondjuk garantálja neked bárki, és így is van, hogy te, ha bármilyen szteroidot, akármilyen dopingszert használsz, és mondjuk ott állsz a Mr. Olympia színpadán, és nem lesz semmilyen betegséged, semmilyen olyan hatás ezeknek a dopingszereknek, amiről tudunk mind, akkor hogy dönteni? Tudom, hogy nem egyszerű kérdés. És igazából... De hát valaki ezt mondja neked, mit a 21-en éves korodban, ahol elkezdesz edzeni, biztosítom hozzá a kokszot, egy olyan orvosi hátteret, aki figyel rád állandóan, és nagyon valószínűleg nem lesz semmi, és mivel neked olyan genetik adottságaid vannak, hogy valószínű, hogy oda kerülhetsz a topra, akár még a Mr. Olympia színpadán, vagy csinálod egy naturál módon az egészet, aztán egy nagyon szép dolgot elérsz itt a imba színeiben, valóban egy nagy név vagy, sőt a bírók között is egy nagy névnek számítasz, azért a kettő nem ugyanaz, azt nyilván te is érzed. Ha most lenne ezzel az észre lenni, akkor hogy döntenék? Eljátszottunk egyszer a gondolattal. Volt egy az egyik versenyben egy versenyfotó, viszonylag jó be voltam szállatva. 82 kiló voltam a képen. Az egyik is és az egyik ismerősen felhúzta Photoshopot. Igen, igen, láttam én is ezt a képet. És megnéztük, hogy körülbelül milyen lehetne a forma. Egyszer így megnézném magam. De az odáig vezető utat, ami ahhoz kell, attól függetlenül, hogy orvosi háttér, stb. Minden menne. Nem tudom, tehát erre nehéz válaszolni. Tehát mondjuk azt, hogy kíváncsi voltam rá, hogy mire lett volna. De nem hiszem, hogy nem valószínű. Na hát, még szeretném megköszönni neked a beszélgetést. Én azt javaslom, hogy később nem ismeri a Norbit, ugye van neki Facebook oldala, meg utána lehet keresni itt az Imba oldalon is, meg lehet nézni, hogy milyen fizikumban versenyzett. Oké, tehát ha valaki még vacilál a között, hogy most naturál, nem naturál, és az a fő oka, hogy nem naturál, mert nem lehet összedni semmilyen formát, mert szar, mert nem lesz a szálkás, nem lesz tömeget, meg lehet nézni az ő képeit. És ha úgy gondoljátok, hogy esetleg össze-vissza beszélik mellettem, meg én is, mert valahol én is igazatoknak is ült teljes mértékben igazatok abban, hogy mennyire volt ő naturál, mennyire nem, akkor utána is lehet nézni bizonyos helyeken, meg szerintem, ha valaki úgy gondolja, és a Norbi is egyszer úgy gondolja, meg összedobtok neki valamennyi lóvét, akkor még most is hajlandó bármilyen vizsgálatra. Tehát összegzésül így is lehet, úgyhogy akinek van hozzá indítatása nyomja, és ami a legfontosabb, ezt én vagyok erre a legjobb tanú, ugye én is kipróbáltam dolgokat, hogy amikor az ember így elhagyja az 5. X-et, akkor azért kurvára nem mindegy, hogy mit csináltál életedben. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!